Hende Csaba országgyűlési képviselő és Puskás Tivadar polgármester adta át az Esőemberke Alapítvány kuratóriumi elnökének, Nádorné Vörös Ibolyának a városi jótékonysági bál bevételét. A tombola eladásokból 354 ezer forint gyűlt össze, amely kiegészült Pajor Attila Ájkor ügyvezető igazgatójának a felajánlásával. Az Esőemberke Alapítvány, amely az idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját az autizmussal élők és családjaik összefogásával, rehabilitációjuk támogatásával, életminőségük javításával és érdekeik védelmével foglalkozik.